Jó napot kívánok! A mikrofonnál nagy Károly, a napvendége pedig Szántó Martin, a Makrogazdasági Intézet, a Makronom Intézet egészen pontosan vezető elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Iparpolitikáról fogunk beszélni, és hát akinek volt egy kis közgazdasági tanulmánya az elmúlt évtizedekben, az általában azt szokhatta meg, hogy most már beszállítói láncok vannak, összefort világgazdaság, van egy nagy szervezet, a világkereskedelmi szervezet, Mely próbálja szabályok alapján mindezt összefogni. De aztán volt 2020 a járvány kezdete, és 2022, amikor kilobant az orosz-ukrán háború, ami hát nem tudom, gyökeresen megváltoztatott mindent. Tehát a nagyobb térségek, akár Kína, az Egyesült Államok és újdonságként, most már az Európai Unió is próbál. Ha nem is önellátásra törekedni, de arra, hogy valahogy több lábon álljon? Így van. A stratégiai ágakat, stratégiai ágazatokat, iparágazatokat szeretnék visszatelepíteni. Nyugati vezetők rájöttek arra, hogy a geopolitikai feszültségekből bizonyos szereplők akár stratégiai előnyt is szerezhetnek. Tehát, hogyha Kína úgy dönt, hogy, hogy korlátozza az exportot bizonyos stratégiai ágazatokban, az óriási gazdasági hatással tud lenni a nyugat felé. És döntött úgy Kína a mostanság, hogy egyébként bizonyos dolgoknál exportkorlátozást vezet be? E, igen, ez jelzésértékű egyelőre, de a gallium és germánium exporttilalmat a napokban vezette be Kína, Európai Unió felé. Ez elsősorban félvezető gyártásban használatos anyagokat érinti, és ez egy jelzésértékű volt, de, de azt is jelzi egyúttal, hogy ne a nyersanyagokat vásároljátok tőlem, hanem a kész terméket vásároljatok tőlem. Miért dönthetett így Kína? Ez kiterjesztése az Európai Unió felé a kereskedelmi háborúnak, amit évek óta folytat az Egyesült Államokkal, vagy tulajdonképpen tényleg próbálja a saját gazdaságát is átállítani, és emiatt el erre felé terelni az európai partnereit, hogy ne tényleg ne alapanyagot vegyenek tőle, hanem kész terméket. Én úgy gondolom a kettő összefügg. Tehát Kínának érdeke az, hogy kész terméket, minél magasabb hozzáadott értékű termékeket vásároljon tőle a nyugat. Egyúttal azt is látja, azt is észrevette, hogy elindult egy, egy leválás Kínáról. Szabályozzák az FDI beáramlásokat, bizonyos stratégiai ágazatokban már felülvizsgálják a tagállamok, Európai Unióról beszélve, Egyesült Államokról is szintén és, és elindult egy, egyfajta leválás, ami, aminek Kína szeretné elejét venni, és ezzel egy jelzésértékkel két nagyon fontos ritka földfémet, a germániumot és a galliumot ő, már exportilalom lehelyezte. helyezte. Ez a két ritka földfém, ez amellett, hogy a félvezetők gyártásánál fontos, van az okos eszközök gyártásához is, vagy, vagy ez egy teljesen más anyagtípus? Mindenképp a, minden, ami a félvezető félvezetővel kapcsolatos, ahhoz, ahhoz szükséges ez a két anyag. Tehát ami, ami okos eszközök, bármi, ami high-tech, abban abba jelen van, és, és meg tudja ezzel ezek vázi akadályozni bizonyos termékeknek, legalábbis az eddigi megszokott gyártókapacitását le tudja ezzel csökkenteni, hogyha hiány van az adott termékből. Megnézték a Makronom Intézeten belül az elmúlt időszakban azt, hogy az egyes nagyobb országok, hát a két világhatalom, az Egyesült Államok és Kína, illetve a nagy gazdasági térségként az Európai Unió mit tett, hogy a saját iparát megpróbálja. Kicsit függetlenebbé tenni, meg hát a zöld átállást, a környezetbarát technológiáknak a fejlesztését is elősegíteni. Kezdjük talán, hogyha már itt szóba került Kínával. Kína korábban azért mindig nagy gyárként jelent, meg a világ nagy ellátójaként, amellett, hogy sokszor vádolták azzal, hogy ennek mindent ugye alárendel, vagy ennek a környezetvédelmi dolgokat is kvázi kicsit félretolja. Ez nagyban változik? Változni változik. Nem feltétlen kínán belül, de, de kvázi időbe léptek, mivel felismerték még 15-20 évvel ezelőtt, hogy a világ a zöld átállásra készül, karbonsemlegességet sürget szinte az összes ország, és, és ebből nem akartak kimaradni, üzletet szerettek volna csinálni, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a, a napelemek, napelemek közel 90 át a szélerművek 70-80 át Kínából importáljuk. Akár Aha. a nyugatról beszélünk, akár, akár az Egyesült Államokról, Európáról, ez gyakorlatilag globális szinten igaz. Mennyire kellett ehhez új iparágakba fektetniük, és mekkora összeget fektettek bele? Kína ebben élen jár mi a Makrom Intézetnél úgy fogalmaztuk meg, hogy a 2010-es éveket Kína nyerte meg, a kérdés az, hogy a 2020-as évet ki fogja megnyerni. Ö, jelentősen többet, több ö, GDP arányosan is többet, illetve volumenében is többet ö, allokál ezekbe a stratégiai iparágokba, mint a nyugati országok. A óvatosabb beszélések szerint a GDP-nek körülbelül 2%-át helyezik ki Kína azokba az iparágokba a gazdaság támogatására kevésbé óvatos beszélések szerint ez megvan 4-5, akár 6 százalék is, ami már 10-12 szeresét jelenti mondjuk Franciaország, Németország vagy az Egyesült Államok ráfordításainak. Ez egy nagyon nagy felfedezés volt a kínaiak részéről, vagy ennyire előre gondolkodnak stratégiailag, és hogyha igen, akkor inkább a, a magáncégek révén teszik ezt meg, vagy, vagy szigorú állami irányítás mellett? Ez mindenképp szigorú állami irányítás mellett történik, és valószínűleg azért tudtak ilyen gyorsan lépni, nagyon nagy az állami kontroll Kínában, ugye ezt tudjuk, szinte minden, minden vállalatban benne van valamilyen, valamilyen úton, módon a kínai állam, valamennyire érdekelt benne, és nehéz is a számokat látni, tehát mi is közvetett beszélésekre tudunk csak hivatkozni Kínával kapcsolatban, mert nagyon kevés adat szivárok ki onnan, viszont azt látjuk, hogy óriási pénzeket pumpálnak kimondottan a stratégiai ágazatokba. Ezt az Európai Bizottság is mondta, ezt az amerikai think tankek sorra, sorra elemzik, és mindenütt ez, ez, következik, ez következtethető ki, hogy, hogy messze lemaradt a nyugat, mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok egyébként hamarabb lépett, mint az Európai Unió, de még így is lemaradásban van Kínához képest. Mindjárt majd az Egyesült Államokról, de előtte szerintem Kínát egy kicsit, azt nem mondom, hogy zárjuk le, de hogy még tegyük egy kicsit teljesé. Az elmúlt két-három évben nagyon-nagyon erősé vált a konfliktus a Tájvánnal, ami valószínűleg most már azért kezd beszivárogni a köztudatba, de hogy a mikrocsippek, illetve az okos eszközökhöz szükséges mondjuk úgy, hogy elektronikai ész uh, gyártásának a jelentős emlékeink szerint 80 százalékáért felelős, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb Taiwan. Taiwan. Tulajdonképpen erről szól az egész uh, konfliktus valószínűleg, vagy emiatt is felerősödhetett ez a uh, konfliktus, hiszen évtizedek óta gyakorlatilag Taiwan uh, nem Kína része, bár mondjuk Taiwan ugye azt gondolná, hogy mert gyakorlatilag mind a két állam, vagy mind a két ország egymás területére tartana igényt, mondjuk taiwan tájváni szemszögből nézve egy kicsit ez mókás, de hát nyilván ez politika. Szóval lehet, hogy emiatt erősödött fel a tájváni konfliktus? Az iparpolitikáknak számos aspektusa van. A három fő fő fókuszterülete van most a nyugati, illetve a kína, mondhatjuk a kínai iparpolitikát is, ezekre a területekre fókuszál. Az egyik a zöld átállás segítő iparágak, a másik a félvezetőgyártás, amiről most ugye beszélünk, illetve magá, magáról a, az innováció kutatás fejlesztésbe való investálásra, állami investálásról is szó esik. Ez, ez főként a high-tech iparágokat érinti elsősorban. Uh, igen, a félvezetőgyártás aspektusa az, az mindenképp kötődik Tajvánhoz, ugyanis a legfejlettebb logikai csipeket az Tajván egy 90 fölötti, 90 fölötti arányban egyébként. Uh, a középkategóriásokban már, tehát a, ami mondjuk uh, egyszerűbb, egyszerűbb gépekbe kerül, azokat már Kína is elő tudja állítani, illetve Korea, Malajzia, Japán és az Egyesült Államok is ezeket gyártja többnyire. De a fejlett, a magas ö, úgynevezett advanced csipeknél azoknál Tajván a meghatározott tényező a legszűkebb keresztmetszet. Tehát ez az ország jelent, igen. Nekem nagyon egyébként furcsa egy kicsit kvázi laikusként, hogy mondjuk dél koreát említette, de hogy például Japán ezen a területen nem annyira előre haladott, tehát ők kvázi nyersanyagként gondolnak inkább ezekre, vagy alkatrészként ezekre az eszközökre, és saját iparágat erre nem fejlesztettek? Fejlesztenek iparágat, mindenki fejleszti a saját képességeit, de az a helyzet, hogy, hogy Tájván a tájváni chipgyártás az ma jelenleg utánozhatatlan. Tehát annyira előre haladnak, annyira ki, kiforrott bejáratott technológiájuk van, hogy nagyon nehéz ezt lemásolni. Japán is, a Samsung is tájvántól veszi a, a csipeket, a koreaiak is tájvántól veszik. Azokat a csipek, azokat a processzorokról beszélünk itt, a magas leg, leg, legfejlettebb logikai csipekről beszélünk, amelyeknek a, például telefonokban a processzorok Ö, okos tévékben, tehát ezekben a, a gyakorlatilag háztatás elektronikákban, de akár a katonai használatra is, is ö, beszélhetünk, ezek mind-mind Tájváról származnak. És ö, nagy bajban lennénk, hogyha ha most ezek, a, ezek az ellátási lánc megszűnne, vagy kiesne. Tehát Japán is elsősorban a félvezetőgyártásban ö, alkatrészeket, illetve tervezést kivitelezik, az a félvezetőgyártó alkatrészeket, alapanyagokat biztosít Tájvánnak most már ők is kapcsoltak, mindenki elkezdte a saját félvezetőiparát fejleszteni, de még, még, nagyon messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk, hogy leválunk Tájvánról. Ha már itt említett, hogy nagyon baj, nagy bajban lennék, mert ugye mindenki, vagy legalábbis sok politika jellemző egy lehetséges kínai tájváni konfliktus vagy háború kapcsán mindig azt emeli ki, hogy de semmi előnyel nem jár az, ha nagy véráldozatára megszállnák azt a szigetet. Ugye akkor egy olyan verzió viszonylag ritkán kerül elő, hogy mi van akkor, hogyha blokkád van, tehát hogyha mondjuk egész egyszerűen csak körbeveszik a szigetet, és egy ideig, jó ideig mondjuk nem engedik a hajókat mozogni. Egy ilyen esetben gyakorlatilag akkor mindenki abszolút tárgyaló azt ahhoz kényszerül, vagy muszáj lenne tárgyalni, mert a félvilág megfeküdne a tájváni csípek nélkül? A félvilág megfeküdne a tájváni csípek nélkül, ezt ki lehet jelenteni. A probléma ott kezdődik, hogyha blokád alá helyeznék Kína mondjuk Tájvánt, akkor, akkor az nagyon-nagyon a legsúlyosabb geopolitikai konfliktus lenne a században. Tehát ki, az Egyesült Államok sem tud létezni most jelenleg még tájvány csípek nélkül, törekszenek rá, épülnek az új az Egyesült Államokban, sőt, Európában is, de, de ezek hosszú-hosszú évek. Tehát azt látni kell, hogy egy, egy ezek, ezek a legfejlettebb logikai csipeknek az előállítása óvatos becslések szerint is olyan 20-30 milliárd dollárba kerül egy, egy ilyen gyártóüzemet létrehozni. Most az a probléma ezekkel, hogy egy ilyen gyártóüzemet, ha létrehozunk mondjuk 20 milliárd dollárból, az 5 év múlva elévül. Újra kell tervezni a teljes, teljes gyártó, gyártó részeket, mindent, mert, mert annyira fejlődik az iparág, hogy 5 év múlva már elévül. És, és, ki kell termelni ezt a, ezt a 20 milliárd dollárt ö, az 5 éven belül. Tehát ezek, ezek a gyárak 0-24-ben üzemelnek Tajvanon, és, és, nagyon, nagyon kockázatos ebbe befektetni, hogyha nem térül meg. Tehát ezért is, ezért is vannak kevesen versenyben egy, egy, ebben a magas fejlettségű csipeknek a gyártásában. Magyarán gyakorlatilag nem csak az a probléma, hogy akkor persze oda viszem az alapanyagot, megépítem a gyárat, szükséges technológiát előállítom, hanem az is, hogy egyszerűen megtérülési dolog van. Okay. E valami hiperinnovációval együtt kell akkor ezt keverni, hogyha jól értelmezem egy ilyen Pontosan. gyártelepítést. Erre nem képes az Egyesült Államok ez nekem nagyon furcsa, így áttérve az amerikaiakra, elméletileg ott van a szilícium a legnagyobbnak gondolt technológiai agyakfejek, azért fejlesztésben, innovációban. Ha más nem a hadserege révén előjár az Egyesült Államok, meg a számítástechnika révén, ennek ellenére pont ez a pici szegmens nem annyira. Igen, a chipgyártást azt igazából senki nem uralja a világon. Tehát azt látni kell, hogy az egyik legkomplexebb ellátási lánca ér felel. A leg legkomplexebb ellátási lánc a chipgyártásnak van. A rengeteg eszközt Hollandia exportál, vagy magához a gyártáshoz. A, az ész, a, a, szellemi munka többnyire az Egyesült Államokból. Tehát ők tervezik a, a szoftvereket ezekhez a processzorokhoz, ők tervezik magát, a, a, a csipet is ők tervezik, de nem gyártanak. A gyártás technológiáját már nem, nem ismerik, ugye a Tájván ismeri leginkább. Japánról, Japánból is jönnek szellemi munkák, illetve, illetve olyan vegyi anyagok, olyan, olyan alkatrészek, amelyek a gyártáshoz szükségesek dékore ugyanez. Tehát azt látni kell, hogy, hogy ez egy komplex, komplex ellátási lánc, és senki nem uralja a teljes láncot. Visszatérve az iparpolitikára, annak az átszervezésére, az Egyesült Államok lemaradva ezek szerint Kínától, de azért csak elkezdte, és azért is érdekes ez a dolog, mert még Donald Trump elnöksége idején kezdődött el az a fajta kereskedelmi szembenállás, ami egyébként Joe Biden elnöksége alatt simán folytatódott, tehát mindegy volt, hogy ki az elnök, vagy milyen színezetű a a vezetés, tehát egy republikánus vagy egy demokrata, ebben úgy tűnik, hogy nagy egyetértés van az amerikai vezetés részéről. Mit tettek eddig az amerikaiak, hogy legalább részben függetlenítsék magukat, akár a kínaiaktól, de akár mondjuk Európától? Igen, hát számos ö, programcsomagot hoztak létre az Egyesült Államokban. Ebben két párti konszenzus van, tehát mind a republikánusok, mind a demokraták egyetértenek benne, hogy a hazai stratégiai iparágokat muszáj fejleszteni. Ahogy említettem, elsősorban a zöld átállást érinti, ugye a csipgyártást is, és magát a, a kutatás és fejlesztést, illetve illenovációt. A zöld átálláshoz az infláció csökkentő törvény, ami leginkább leginkább erre fókuszál. Egyéb aspektusai is vannak, de a legnagyobb szeretet a magára a karbonsemlegességre, illetve a zöld technológia, a zöld ipar felfejlesztésére e, allokálják ki. Ez körülbelül olyan 340-350 milliárd e, 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 euró, e, euróba mértük, de dollárba is olyan, olyan 400 körül, 400 körül e, bocsánat, rosszul fogom, 350 milliárd euró, eurónyi összegről beszélünk, amennyit körülbelül allokán az, e az Egyesült Államok ezekbe az iparágakba. A félvezetőgyártásnál látszik, hogy komolyan veszik a dolgot. Ott egy, egybevették a kutatásfejlesztéssel, és 280 milliárd dollárnyi pénzt, pénzt fektetnek az elkövetkező tíz évben a kutatásfejlesztése és a, és csipgyártás haz, hazahozatalára. Tehát a csipgyártást azt mindenképp amerikai földön belülre szeretnék. A, a zöld átállásra kapcsolatos technológiák már nem feltétlenül amerikai földön, csak amerikai kontinensen, tehát Mexikó és Kanada is, is már elég nekik viszont, viszont a csipgyártást azt, azt, rendesen amerikai területen szeretnék kivitelezni, mert az a legfontosabb egyik olyan iparág, ami, ami a jövőt meg fogja határozni. Emlékeim szerint, mint az Intel már elindított volna egy gyáratot, akkor az már működik? Az in, még foly zajlik az építkezés, de igen, az Intel, Intel Texas Instruments többen, többen is építik a gyárakat, illetve ugye Németországban fog az Intel most egy rekordméretű beruházást Németországban a töltem során nem volt még a külföldi beruházás, ami most, ép, most, fog épülni az Intel, jó, Intel kivitelezésével. Infláció csökkentő törvénynek nevezik az amerikaiak azt, ami keretében erre költenek, akkor gyakorlatilag azt gondolják, vagy azt is gondolhatják, az a, amellett, hogy függetlenedni szeretnének a beszállítóktól valamennyire, hogy akár ez az inflációt is mérsékelheti, hogyha ennyivel is csökkentik egy-egy fontos high-tech hiparában az előállítási költségeiket? Részben igen. Az infláció csökkentő elnevezést, azt én úgy láttam meg, meg úgy számos elemző számos elemzőnek a tanulmányát elolvasva, ők is, ők is arra következtetésre jutottak, hogy az inkább egy marketing fogás. Tehát az infláció az Amerikát is megütötte, és, és, látják, hogy valamit kezdeni kell vele. Na most abban a szempontból segít az infláción, hogy bizonyos olyan iparágok, amik a jövőben, a jövőben óriási kereslet lesz rájuk, például a napelemek, a szélerőművek, az elektromos autók, hogyha ebben nem fektetnek be elég, elég összegeket, akkor ez később Óriási, az óriási kereslet mellett nem lesz kínálat, és így ez, ez egy infláció felhajtó hatás fog, fog elérni. Tehát sokkal drágábbak lesznek ezek a termékek, hogyha nem lesz, nem lesz kiépített piac ennek. Van egyébként kiépített piac az Egyesült Államokban, ennek arra célzok, hogy azért mind Kína, mind az Egyesült Államok nagyon-nagyon nehezen, sőt sokszor nem igazán éri alá a kibocsátás csökkentési nagy nemzetközi megállapodásokat. Donald Trump ki is lépett belőle, aztán Joe Biden elnökség alatt ugyan visszaléptek belőle, de hogy... Hogy aztán túl a politikai, törvényi aktusokon kívül történt -e egyéb, azt, azt gondolom nagyon nehéz felmérni, főleg egy olyan hatalmas országgal kapcsolatban, mint az Egyesült Államok. Szóval ennek ellenére, hogy nagyon sok kőolajat, nagyon sok földgázt árusítanak világszerte az új technológiák révén, ennek ellenére azért halad a technológiai átállás ott is? Halad az átállás, azt lehet látni, komolyan gondolják rengeteg szélerőművet telepítettek az elmúlt két évben, napelem telepítések, illetve építi ki a, az EV, tehát az elektromos autó töltőállomások teljes infrastruktúráját. Egyébként ebben jóval előttünk járnak, uniós szintről beszélve is, és lehet egyértelműen látni, hogy ebben nagy hatalmas összegeket fektetnek. Én, illetve a Macron úgy gondoljuk, hogy, hogy egy kvázi lehetőséget látnak ebben az iparban, tehát most meg fogják ragadni, és kiépítenek egy olyan ipart, amivel akár, akár, globális szinten is exportőrök tudnak, exportőrökké tudnak válni. Említett az elektromos töltő hálózatnak a szélesítését, gondolom azért ebben nagy szerepe van egy olyan úttörő cégnek, mint a Tesla, tehát amely gyakorlatilag Pontosan. csak elektromos autót gyárt. Pontosan. A legtöbb magasan a legtöbb elektromos autót az egyesült támogban Tesla értékesíti kínaiak is megpróbálnak most már előre az elektromos autóikkal. Egyébként bődületes mértékben exponenciálisan nő a kínai eladás világszerte. Az Egyesült Államokban nehezebb dolguk van, Európában könnyebben be tudnak robbanni, 10%-os fán van az Európai Unióban, az Egyesült Államokban 27,5%, egyértelmű, hogy Európát fogják választani. Az idei első negyedében már a Uh, megelőzve Japánt a legnagyobb gépjármű exportőré vált egyébként Kína. Erről keveset beszélünk, pedig nagyon figyelni kell rá. És uh, náluk van a teljes értéklánc az elektronos autógyártáshoz. Tehát innentől kezdve olyan versenyelőnyben vannak, ami, amit muszáj, muszáj időben lépni. Az Egyesült Államok is ezért, ezért hozott olyan döntéseket, hogy hogy amerikai kontinensen gyártsák az akkumulátorokat, amerikai kontinensen szereljék össze a végső összeszerelését az elektromos autóknak, és akkor kapnak olyan a, a, vásárlók olyan adókedvezményeket, amit az Inflation Reduction Act, az infláció csökkentő törvény biztosít számukra, amelyel előnyben részesítik az amerikai gyártókat, illetve az amerikai kontinensen gyártókat. Nem éppen e, autóiparba szeretném elvinni a beszélgetést, de csak egy e, fél mondat elejéig. E, tulajdonképpen a Tesla e, színre lépése, hogy az inkább első körben a prémium autópiacon történt, meg még a kínaiak, én úgy tudom, hogy két, vagy most már talán lehet, hogy három nagyobb gyár évén inkább a Fogalmazunk úgy, hogy az átlagos felhasználású e, elektromos autókat e, kezdték el gyártani, és hát Európa aztán meg a e, nagygyártók révén talán most kapott észbe az elmúlt pár évben, hogy erre a piacra is, tehát az átlagos felhasználásra gyártson, akkor Kína előnye ebben lehet, hogy nála az összes gyártási nyersanyag potenciál, és kvázi nyitotta közpiac felé, és nem a prémiumot célozta meg? Igen, elsősorban nem a prémium, van a prémium kategóriás autó is egyébként, és most már szeretné a teljes skálát lefedni a, 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 az autó kínálatnak, de elsősorban igen az alacsony, az, a, az olcsóbb, a gazdaságosabb kategóriát célozta meg, egyébként abban ö, Független elemzők is azt mondják, hogy, hogy nagyon, nagyon tartja a szintet, tehát minőségi szintre nagyon figyel most már Kína. Nem szeretné most már azt a, azt a kínai felcímkézést, mint amilyen pejoratív értelemmel volt mondjuk 20 évvel ezelőtt egy terméknek. Tehát erre nagyon figyel. A BYD például már 4 millió forintért árusít ö, új elektromos autókat. Hát ami nagyon versenyképesnek hangzik, aztán persze mondjuk Európában, pláne Magyarországon mennyire lehet használni ez ilyen autót, az már egy más kérdés. Beszéltünk Kínáról, az Egyesült Államokról, a nagy zöld átállásról, a nagy programjaikról, amelyek több száz milliárd dollárt ölelnek fel. A Kínai a legnagyobb, az Egyesült Államok próbál felzárkózni, és mint hogyha Európa most kapott volna észbe, és még úgy tűnik, hogy nem is a Covid idején, hanem leginkább az orosz ukrán háború kirobbanása készítette arra az Európai Uniót, illetve más térségét Európának, hogy ebben gondolkodjon, ebben teljesen másfajta szemszöget próbáljon meg képviselni. Mennyiben lehet azt azért látni, hogy ha késve is, de, de tényleg felpörögtek az uniós motorok, vagy mennyire dötszög még ez? Mi az intézetnél azt láttuk, hogy, hogy magával az összegkel nincs probléma. Tehát az Unió észbe kapott, a probléma a, azzal a bürokratikus rendszere van, hogy, hogy a kivitelezés, mire, mire a, a döntéshozataltól a kivitelezésig eljutunk, óriási idő telik el. Tehát ki, ez Egyesült Állam, bocsánat, az Európai Uniónak az a legnagyobb hibája ebben a szempont, ebben, ebben az aspektusban, hogy, hogy nagyon lassan reagál. Jó, jó, az irány, mi is azt látjuk, hogy, hogy jók a megfogalmazások, rengeteg különböző kusza támogatási csomagon keresztül próbálják kivitelezni, míg az Egyesült Államok három, három egyszerűen jó körülhatárolt csomaggal le tudja fedni ezeket a stratégiai ágazatokat, addig mi, mi, számtalan ugyanilyen csomagot számoltunk a, az Menjét. Európai Unió belül. Fejben nem tudnék most számot mondani, mert mindig, amikor azt, hittük, hogy a végére érünk, akkor mindig felbukkant egy új, de, de sokszorosát, tehát nem hárommal, és nem is tízzel, hanem jóval több. Jó támogatási csomaggal. Ezek a csomagok egyébként más, mindig más-más részterületet fednek le, vagy még az is előfordul, hogy összeérnek? Igen, ez a legnagyobb probléma, hogy vannak átfedések is, és így, így nehéz átlátni a laikus, laikus szemnek, hogy, hogy miből mi, miből mi lesz finanszírozva. Tehát például a, az orosz háborúra reagálva az Európai Unió létrehozta a Repower EU nevű intézkedéscsomagot, amit a Next Generation EU COVID utáni, COVID, tehát a COVID pandémia utáni létrehozott alapból szeretne finanszírozni. Közben jött ugye az amerikaiak iparági támogatási, az infláció csökkentő törvénye, ami ugye Európát is rosszul érinti, az európai autógyártókat. Erre az Európai Unió létrehozta a Green Deal Industry Plant, ami nagy részt a Repower eu az átcímkézése. A célok nagyjából ugyanazok, tehát nincs ezzel probléma, a probléma az átlát, ab, abban a szempontból átláthatósággal van, hogy, hogy, a laikus szem már nem tudja követni, hogy, hogy, ez most egy új csomag, vagy a meglévő csomag, tehát nekünk is óriási munka volt utána járni, hogy pontosan kibogozzuk ezeket a támogatásokat, hogy, hogy, honnan, is, honnan is származnak, milyen forrásból. És rengeteg az átfedés, rengeteg a kérdőjel, én azt csodálom, hogy az Európai Unió nem csinált még egy egyszerű, exakt táblázatot, ahol minden szerepel, és odaírva, hogy honnan van. Ez hiányzik az uniós honlapról, uniós honlapokról, átnéztünk egy rakás. Európai Uniós ö, bizottsági, tanácsi, minden, mindenféle weboldalt, táblázatot, adatbázist, nem találtunk ilyet. Egyébként, aki mondjuk Európai Parlamenti hírekkel foglalkozik, az már találkozhatott azzal, hogy áldásul sokszor ö, nagyon sok lépések keresztül mennek el ezek az elfogadott változások, és ö, hát még azt is néha nehéz követni, hogy mi az, ami már megvalósult, még folyamatban van, a jövőben várható, de lehet, hogy nem egy év múlva, hanem a jövőben tudja mikor, tehát ilyen mondjuk ilyen 8-10 év múlva. Pontosan. Összegszerűen azért meg lehetett nagyjából becsülni, határozni, hogy mekkora összeget fordít most a tervek alapján legalábbis az Európai Unió az átállásra, illetve hát például mondjuk olyan fontos dolgokra, mint a félvezetőgyártás. Igen, az összegek külön nagyon nagy különbséget mutatnak. A zöld átállás barra allokált összegeken nincs probléma, óriási pénzt szeretne az Európai Unió. Itt azzal lesz a probléma, hogy hogyha le akarunk válni Kínáról, akkor nem elég ezekbe az iparágokba pénzt, pénzt ö, fektetni, mert nyersanyagok is kellenek. Most mivel a Kína, Kínából érkezik az Európai Unióba a ritka földfény, az szükséges ritka földfény, meg 98%-a. 98 anélkül, hogy nem keresünk új, új beszállítókat, új nyersanyagforrásokat, anélkül nem lehet megvalósítani a Kínáról való leválást. Én azt látom, hogy, hogy ez lesz a leg legnagyobb, kihívás most az elkövetkező 5-10 évben Európának. Kína már jelzésértékkel lépett, Gallium és Germánium ügyében. Meglátjuk, hogy mit, mit hoz a jövő. A, ami a félvezetőgyártást illeti, ott már kicsit érdekesebb a helyzet, mert ott, ott mindössze 11 milliárdot számoltunk, ami kimondottan uniós forrás. Az Európai Unió 43 milliárd eurós összegekről beszél a félvezetőgyártás előmozdítása érdekében, de ezeknek a 43 milliárd eurónak a, a 43 milliárd euróból 32 milliárd euró gyakorlatilag a, a magánszektor befektetései lennének. Tehát maga az Európai Unió 11 milliárdot fektet be, szemben az amerikai chip -szektel, ami összesen 280 milliárd euróról szól, abból ugye nagyrészt kutatás és fejlesztése fordít, de így is, így is egy olyan 70-80 milliárd euró a félvezető gyártásra van fektetve, tehát magyarul mondva legalább 7 több pénzt fektet az Egyesült Államok a félvezetőgyártásban, mint az európai. És műrő. ez a 70-80 milliárd dollárnyi euró, ez gyakorlatilag szövetségi pénz, tehát hogy az amerikai kormányzat biztosítja, ez nem, nem vár magánbefektetőkre, hogy hát ha elindulnak, hát ha ö, kvázi lehetőséget látnak ebben, és mondjuk a megtérülésben is bíznak. Ez szövetségi pénz, támogatják az iparágokat, de, de ezt kimondottan az Egyesült Államok biztosítja, garantálja, a magánbefektetőknek. Szemben az Európai Unió 11 milliárdjával, amit ugyanígy a, a magántőke bevonzására szeretne, szeretne ö, fordítani, de, de mindig 43 milliárd euróról beszélünk, ha bárhol megnézik az interneten, 43 milliárd euróról beszélünk, csak hogy a, a, mögött nagy részt a magán, magánbefektetőknek a pénze áll a remélt pénze gondolom. A remélt pénz. El is indul, ö, hát vajon az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban legalább egyfajta tervezés, puhatolózás, egyeztetés, vagy ez is nagyon kezdeti szakaszban van még? Öm. Az Intel már látjuk, hogy lépett, illetve számos ö, új beruházást be, meghirdettek, ennek a kivitelezései csúszhatnak, de de azért a, a elindult valami. Azt láthatjuk, hogy elindult valami a félvezetőgyártásban, de mint mondtam, amíg nincsenek megoldva a ritka földfémek, illetve a Kínától való ö, leválás, addig nehéz lesz itt is lépni. Lehet egyébként Kínától, nem azt mondom, hogy teljesen leválni, de legalább részlegesen leválni, mert Például Magyarországon is, amikor jelentenek be különböző akkumulátorgyárt beruházásokat, ugye általában kínai beruházó van, tehát nem feltétlenül gondolja azt az ember, hogy ha egy kínai cég idején, akkor húdelevált mondjuk az Európai Unió egy része a kínai gazdasági függőségről. Tehát meg lehet ezt csinálni, még akkor is, hogyha kvázi a beruházó kínai, tehát mondjuk lehet azt mondani, hogy akkor ne onnan rendelj, ha nem mondjuk afrikai országtól, vagy más forrásból? Én úgy gondolom, hogy teljesen leválni semmiképp nem lehet. Tehát Kína olyan szinten ural bizonyos iparágakat, hogy, hogy el kell fogadni, és, és partnerként kell rá tekinteni. Tehát például az Egyesült Államokban is egyébként a CATL, tehát a kínai legnagyobb akkumulátorgyártó vállalatától fogják licenszelni a Ford, maga a Ford az akkumulátorgyártási technológiát, mert ővé a legfejlettebb, a, a legnagyobb hatótávú akkumulátorokat ő tudja előállítani, a legolcsóbban a piacon. Tehát a Ford elnök is megmondta, ha le kellene válni, hogyha nem az ő technológiáját használnánk, akkor versenyhátrányba kerülnének olyanokkal, akik meg az ő akkumulátorait fogják használni. Tehát van itt egy rivalizálás állami szinten, de azért a befektetők azért szeretik a leghatékonyabb megoldást választani. Hát gondolom akkor, hogyha kivitelezhető, tehát hogyha nincs járvány, hogyha nincsen háborús helyzet, amikor ezt meg lehet oldani, amikor tényleg nem arról szól az egész, hogy tényleg stratégiai érdek, illetve még ha többe is kerül, muszáj e, megtenni. E, zöld terén azért, azért mondjuk szerintem az Európai Unióban vannak nagyon jó példák, leginkább a skandináv államokat e, lehetne itt említeni, e, de más nyugat-európai vagy észak-nyugat-európai államokat is. Mennyire e, jár szintű az Európai Unióban ez a nagy zöld általás, vagy tényleg mennyire úttörő bizonyos területeken az Európai Unió, főleg mióta az orosz kőolajtól, illetve a földgáztól, hát ha nem is teljes mértében szeretne megszabadulni az Unió, de nagy részt nem szeretne annak kitett lenni. Így van. Hát úttörőnek nem mondhat, hogy úttörő, mert ez már régóta zajlik. Az Európai Uniós Környezetvédelmi Szabályozások ugye legszigorúbbak a világon, vagy az egyik legszigorúbbak minden esetre, az biztos. És, és, azt látjuk, hogy a törekvés az azért, azért már régóta jelen van. A orosz háború csak felgyorsította ezt a tendenciát. A probléma ott van, hogy mit, mit tekintünk zöldnek. Például a nukleáris energia zölde, vagy nem zölde. Mert a, mert a napelemeket telepíthetjük, csak nem mindig süt. Szél sem mindig fúj. Tehát valamilyen szinten kell egy stabil energiaforrás, és, és itt jön a képbe az, hogy vagy fosszilis tüzelőanyaggal, vagy, vagy nukleáris energiával muszáj ezt a, ezt a, a, ezt a óriási ingadozást stabilizálni. Arról nem is beszél, hogy a vízenergia sem mindig állandó, nézve a víz a hozamokat, illetve a igencsak ingadozó csapadék eloszlást. Ettől függetlenül azért mondjuk jól áll az Európai Unió ezen a téren, tehát megvannak meg a gondolati magok, meg van a sürgető intézkedés, amennyire lehet lakosság arányosan, gazdaságérő arányosan azért sokat tett ezért, vagy, vagy tényleg inkább visszaköszönnek ugyanazok a jó példák, de mondjuk Kelet-Közép-Európában, akár délkelet európában nem annyira, nem annyira még a helyzet. Én úgy látom, hogy, hogy az energiamix szintjén, tehát mondjuk az egész európai nőt veszik, az energiamixben most már exponenciálisan nő a, a, megújuló energiaforrások aránya. Csak ez nem tud teljes lenni, mint mondtam, struktúrás okaiból, mert nem mindig, nem mindig tudunk rá támaszkodni, kell egy kiegyenlítő energiaforrás. Én, illetve Macron intézetni mi úgy látjuk, hogy, hogy egész jól áll az Európai Unió teszi az erőfeszítéseket, és és vannak tagállami különbségek ezek, ezek között, de de alapvetően ezzel nincs probléma, a, tehát a, a napelemeket telepítik, a szélerműveket ahol lehetséges telepítik. A probléma az, azzal van, hogy például a földgázt azt így is úgy is szereznie kell az Európai Uniónak, és abban elég szűkösek most a lehetőségek, hogyha nem, Euró, nem, az Oroszország, nem Oroszországtól, nem szeretnénk vásárolni földgázt, Katartól vagy az Egyesült Államoktól, még nincsenek építve rendesen a terminálok, Katartból is 2025-ben fog nagyobb mennyiségű érkezni. Addig, addig pedig meg kell valahogy oldani. Most egész alacsonyan vannak a földgázárak, olyan 30 euró per megavatóra körül van, de láttuk azt is, hogy bejelentették Hollandia legnagyobb, illetve Európai Unió legnagyobb földgázmezője, ami Hollandiában található, hogy megszüntetik a kitermelését a földgáznak, mert földrengéseket okozott, mert veszélyes lett a lakosság számára, és azonnal megugrottak a gázárak, ez utána szépen normalizálódott, de, de látszik az, hogy minden apró, minden apró mozzanatra olyan negatív hatás, olyan negatívan befolyásolja ezeket a gázárakat, hogy most nagyon ki van feszítve az európai gázpiac. És erre a megoldás 2025 előtt nem fog érkezni. És hozzáteszem, 2025 után is struktúrálisan magasabb lesz, mivel ugye LNG-t le kell ugye cseppfolyosítani, terminál kell hozzá, azt tartályokra töltik, a hajó félvilágot átszáll, megérkezik Európába, nem túl, környezetbarát kell, barát módon. nem túl környezetbarát módon, azt vissza kell ö, gázosítani cseppfősított állapotból, tehát ezek mind-mind olyan költségek, amik sokkal-sokkal sokkal kevésbé költséghatékonyak, mint például a vezetékben, hogy kijön a földből, és, és hozzá megérkezik vezetéken keresztül, tehát az a legegyszerűbb módja. Na most, mivel ezt eldobtuk, illetve ugye van egy, van egy leválási szándék ugye Oroszországról és a foszi és energiahordozókról. Eddig, amíg ez az átmenet tart, addig a földgáz lesz az egyik legszűkebb energiahordozó keresztmetszet Európában. Mennyire lehet egyébként azt mondani, hogy tényleg az Unió, mint maga a szervezet, az Európai Bizottság, akár mondjuk a parlament révén is próbál motorja lenni ennek az zöld bizonyos összegek, bizonyos alapok pénzügyi alapoknak a kigondolásával, vagy mennyire önállóak ebbe például a tagállamok. Nyilván az a tagállam, amelyik megengedheti magának jobbára, de például ezen a téren szintén nincs egy kicsit kvázi diszonancia, tehát hogy am, amit a tagállamok elkezdenek, nem biztos, hogy az Unió az Európai Bizottságnak az ötletével, elgondolásával párosul, és és kvázi e, fordítva? Igen, tehát a tagállamok csak korlátozó szinten ö, támogathatják ezeket az iparágokat, ez uniós szinten kell megvalósulni, különben a belső piacot szétverjük. Azzal, hogy, hogy mondjuk a németek elkezdik pumpálni a pénzt a német vállalatokba, a magyaroknak vagy a szlovákoknak nincs, nincs erre elég, elég pénzük, hogy ekkora összegeket is és, és a belső piacot ezt tönkre tudja tenni. Tehát megvan meg van kötve a kez a tagállamoknak, bizonyos szintig belenyúlhatnak, de, de ezek, 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 óvatosan, óvatosan, történnek csak. Elsősorban az iparpolitikában, a gazdaságpolitikában az Európai Unió konszenzus, az Európai Unió döntése az, az létfontosságú. Gondolom akkor viszont ez mondjuk nehezíti egyszerűen mind ennek a dolognak a Hát a gördülékenységét például, ugye Magyarország azért emlékeim szerint azért küzd, hogy zöld energiának minősítsék az atomenergiát. Igen. Tehát ez már egyfajta ellentét, amikor zöld beszélünk. Mennyire kell ettől függetlenül, hogy mondjuk. Nem Oroszországtól rendelne többségében olajat, földgázt az Európai Unió. Arra is gondolni, hogy hát persze mondjuk nem tőlük rendeljük, de nagyon sok ritka földfém is található Oroszországban, vagy ha nem Oroszországban, a keletre fekvő Mongóliában például, ami szintén nagyon-nagyon sok kérdést felvet, hogy lehet idehozni, hogy lehet kvázi előbb lecsapni uniós részre az ilyen készletekre, mint mondjuk azt a kínaiak megtennék, vagy más ázsiai ország. Mennyire kell mondjuk akár uniós szinten is stratégiában, ilyen jellegű stratégiában is gondolkodni az uniós vezetőknek, és mennyire nem kell meglepődni, ha például mondjuk egy német vezető egy olyan országba látogat el, ahol korábban semmi dolga nem volt. Erre egyre többet számíthatunk ilyen látogatásokra, ugyanis újra kell értékelni unió szinten a külpolitikát, és akivel vagyunk jóba. Ö, Oroszországról és Kínáról az Európai Unió szeretne egy picit leválni minden téren, ezért nagyon fontosak lesznek olyan országok, amelyek eddig, eddig, eddig nem, tartottunk nem tartottunk fontosnak, és most a prioritások változni fognak. Ö, van is egy, erre egy kezdeményezés egyébként az Európai Uniónak, Global Gateway néven, 300 milliárd eurót terveztek erre fordítani, erre, ennek az összegnek. Ez arról szól hogy gyakorlatilag, hogy a olyan fejlődő országokban, ahol <coughs> bocsánat, olyan fejlődő országokban, ahol, ahol jelentős ö, kritikus nyersanyag található, és, és egyfajta alternatíva tud lenni az Európai Uniónak, azokba befektetnek. Tehát különböző infrastruktúrás projektek révén eljuttatják ezeket a nyersanyagokat. Most az a probléma, hogy ezt a Kína 2012 óta az egyövezet egyút kezdeményezése, vagy ahogy ezek új út programmal már, már ezt. ezt Rég csinálják. Ezt már, ezt már gyakorlatilag igen, ezt már üzemelteti, ez már megy, ez már. Tehát mi megpróbálunk belépni, sokkal kevesebb összeggel, azt is hozzáteszem, de hogy, de hogy Kína már rég jelen van ezekben a fejlődő országban, mire mi belépünk. Én úgy gondolom, hogy a helyzetem lehetetlen. Rengeteg ország van még, rengeteg, főként fő, Afrikában, ahol még azért az Európai Unió tudna mit kezdeni. Most mennek a, már folynak a tárgyalások, a probléma itt is azzal van, hogy a magánszektor nem nagyon óckodik, tehát nem szívesen fektet be ezekbe az országokba, még nem vonzóak azok a projektek, amiket az Európai Unió kínál. Ugye ezek közvetett projektek, tehát az Európai Unió fejleszti mondjuk a zöld átállás támogatását Kenyában, cserébe majd kap ritka földfémet, vagy, vagy olyan kritikus nyersanyagot, amire az Európai Uniónak szüksége van. Ezek ilyen át, tehát ilyen, ezek ilyen közvetett, közvetett programok ha nem konkrétan a cél megvalósítását szolgálják, és ezért nem biztos, hogy vonzó ez a befektetőknek. Hát a politikai instabilitásra gondolom nem is beszélve meg, hogy ott bármi, bármikor történhet. Kenya mondjuk pont talán egy pozitíva példa, de hogyha mondjuk a franciák egyik fő nyersanyagforrását nézzük, Malit például, vagy esetleg Gánát, azért már ott adódhatnak problémák, vagy más afrikai országok, amelyek egyébként gazdagak, például ritka földfényben, de hát a helyzet olyan, amilyen, pláne mondjuk a klímaváltozás is okozhat igencsak komoly társadalmi, vagy éppen ott is megélhetési problémákat, akkor tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szoros gazdasági és uniós vezetői együttműködésre lenne szükség, és jóval nagyobb rugalmasságra? Tehát ezen a téren is változni kéne, illetve adott esetben, hát ez rossz kimondani, de kvázi azt, ami abban az adott országban politikailag történik, emberi jogok terén történik, bármilyen más antidemokratikus dolog történik, a, a feled kvázi szemed kell, hogy honnan az unió? Igen, az uniónak ö, el kell dönteni, mi fontos. Az, hogy független függetlenedjen a stratégiai riválisaitól, vagy pedig az, hogy a demokráciát terjessze a világban. A kettő abban a szempontban nem fér meg, hogyha ha, a ha demokrat Bocsánat. Tehát ha demokráciát válasszuk minden országban, csak olyanba fektetünk be, akkor akkor nem biztos, hogy elérjük a stratégiai célokat. Tehát a, 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 azok a kritikus nyersanyagok nem nézik, hogy, hogy milyen országban vannak. vannak. <laughs> Tehát az európai Uniónak ezeket félre kell tennie. Kína ezt olyan szempontból ügyesen csinálja, hogy ő már ő, 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 ő nem érdekli demokrácia, demokra, tehát eh, demokrácia van egy országban, vagy autokrácia mind a kettőbe ugyanúgy szívesen befektet, ő a gazdasági hasznot, hasznot lesz. és egyébként most már az Egyesült Államokban is ezt látjuk. Ott ott inkább azt látjuk, hogy melyik oldalon áll geopolitikai szempontból az adott ország, ott az a, az a fontos befektetés szempontjából, hogy most az autokrácia, vagy demokrá, demokrácia van ebben az országban, az, az már mellékes. Nagyon érdekes egyébként megfigyelni az elmúlt uh, években azt, hogy uh, korábban Észak-Atlanti uh, Szövetségre, transzatlanti Transatlanti Szövetségre beszéltünk az Európai Unió és például az Egyesült Államok között, katonai uh, téren mindenképpen, de politikai is nagyon közel álltak uh, egymáshoz az a két térség, uh, viszont a gazdaság az, mintha kezdene egy kicsit beszivárogni uh, réseket, uh, kialakítani ebben a szoros szövetségben, és ez most már nem csak Donald Trump elnökségének idejére igaz, hanem úgy tűnik, hogy Joe Biden elnöksége alatt is születnek olyan amerikai döntések, amik hát homlok egyenest az amerikai-európai barátság ellen szólnak. Úgy tűnik gazdaságban nincs barátság. Előfordulhat, hogy simán versenytársa, vagy akár még nagyobb versenytársa lehet az Egyesült Államok, az Uniónak? Természetesen. Főleg most, hogy az energiaárak eddig olyan kettő, egy másfél-kétszeres különbség volt ö, ö, az Európa és az Egyesült Államok között ö, Európa kárára. Most már ez három négy ötszörös különbségé nőtt, tehát alapból egy hátrányban vagyunk. Az energiaintenzív ágazatokban legalábbis biztosan. Innovációban is erősebbek. Számos tanulmány kimutatja, hogy sokkal-sokkal többet költenek a K plusz és több, több szabadalmat adnak be a, az Egyesült Államokban ezek a vállalatok, mint az európai megfelelőik. Ugyanakkor erre még rá, rátesz az Egyesült Államok politikája, mint mondtam, az infláció csökkentő törvény, az kimondottan egy, egy, amerikai kontinensre irányuló kezdeményezés, és azok a, azok a gyártók fognak ebben részesülni ezekben az adókedvezményekben, illetve az, azoknak a gyártnak a termékeit fogják a fogyasztók kedvezményesebben vásárolni, a, a, akik Egyesült Államokban gyártanak, vagy, vagy az Egyesült Államok a szabadkereskedelmi szerződés kötött országokból származnak, az Európai Unió nem ilyen. Hát nagyon érdekes volt az elmúlt kétszer 20 perc, mert egy kicsit más megvilágításba helyeztük a világ dolgait. Köszönöm Szántó Martinak, a Makronom vezető elemzőjének, hogy itt volt. Kérem, tegye meg máskor is. Köszönöm a lehetőséget. Az elmúlt kétszer 20 percben Nagy Károly volt a mikrofonnál. Nem csak a rádió hanghullámain ismerhetik meg ezt az interjút, vagy hallgathatják újra esetleg, vagy a honlapunkon, hanem a YouTube csatornánkon is. Köszönjük a figyelmet.